Csapjunk a közepébe. Hétvégén folytatódik a bajnokság. Csapatunk az utolsó helyről várja a folytatást. 11 új játékos érkezett hozzánk, közülük jó párat már megismerhettek. Most következzék Fejes János és Papp Máté, ismerjük meg kicsit őket is, utána pedig hangolódjunk a hétvégi küzdelmekre. Ugye a Honvédtól érkeztem, és elég nehéz volt egy ilyen fél év után újra felvenni a ritmust, ezt mondtam is a mesternek, hogy még nem érzem azt, hogy úgy menne a játék, ahogy szeretném. Nyilván mindent megteszek érte, hogy úgy menjen, mind edzésen kívül, de még a felkészülés elején nem éreztem azt, hogy úgy menne a játék, ahogy akarom, és hogy telt az idő. Edzésről edzésre épültem, mérkőzésről mérkőzésre épültem, úgyhogy azt gondolom, hogy a felkészülés végére olyan állapotba kerültem, mind fizikálisan, mind mentálisan, hogy úgy tudok neki menni a bajnokságnak, hogy ebből még bármi lehet. Az egész felkészülés jól sikerült az egész csapat számára, és meg is szeretném köszönni, hogy bizalmat szavaztak nekem ilyen sok mérkőzésen, és hát úgy gondolom, hogy voltak jó meccseim, de lehetnének, és remélem, hogy lesznek még jobbak is a bajnokság alatt. Hát azt gondolom, hogy elvégeztük a munkát, innentől kezdve tényleg a srácokon múlik. Egy nehéz idegenbeli mérkőzéssel kezdünk, ugye Szolnokon. Remélem, hogy ennek megfelelő a hangulat is. A héten már gőzerővel készülünk a Szolnok elleni bajnoki mérkőzésre. Mindenképpen a győzelem a legfontosabb nekünk jelen pillanatban, és úgy gondolom, hogy ez a csapat bárki ellen esélyesként léphet pályára. Ugye ezek az első mérkőzések mindig feszültebbek, mint az összes többi, ugye a hosszú felkészülés után mindenki várja az első mérkőzést. Ezzel mi is így vagyunk. Nagyon várom, jó előjeleket látok így a csapat körül, a csapaton belül. Nyilván a Szolnok is olyan helyzetben van, hogy úgymond edzőváltás után ott is sok új játékos érkezett, ők is bizonyítani szeretnének. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó előjelekkel tudunk elmenni Szolnokra. Remélem, hogy nyerünk. Ellenfelünk a 9. helyről várja a folytatást, és pont annyi pontja van, mint nekünk volt egy éve. 20 egység. Legutóbb elvitték a pontokat Soroksáról, viszont azelőtt meg mi nyertünk Szolnokon. Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi vár majd ott ránk. Az ellenfél játékosainak az egyéni képességére tudom most ugye fölhívni a figyelmet, hiszen nem láttam a Szolnokot felkészülési mérkőzésen. Ugye ők ugyanabban a helyzetben vannak, mint mi, hogy szezon közben váltottak edzőt. Ugye a Józsit személyesen ismert, hát Csábi Józsiról beszélek, a közővezető személyesen ismert, dolgoztam is vele együtt, sőt, ProLicenszre is együtt jártunk, egy jó felkészült, nagyszerű szakember, biztos vagyok benne, hogy egy intenzív támadó futballal fognak előrukkolni. Ennek megfelelően kell majd erre nekünk nyilván reagálnunk és a válaszlépéseket megtenni. Ezekre tudom csak fölhívni a figyelmet most ilyen pillanatban, hiszen nem láttam a Szolnokot, még egyszer mondom, illetve hát ki tudunk indulni esetleg egy-két őszi mérkőzésből, de az sem érvadó ilyenkor. A legfontosabb az a védekezés helyreállítása volt, stabilizáljuk az egész védelmünket, középpályát, és most kezdtük el gyakorolni a támadásvezetéseket, gólokat szeretnénk ugye rúgni, mert csak úgy tudunk meccseket, mérkőzéseket nyerni, de a legfontosabb az a stabil védekezés, és abból majd a támadások. Nem gondolnám azt, hogy nekünk a Szolnok játékát kellene nagyon így elemezgetni, meg ellene készülni. Nyilván meg kell nézni, meg is mit játszanak, meg mi is mit játszunk, de azt gondolom, hogy nekünk ebben a helyzetben a saját játékunkat kell játszani, és győzni mindenképpen. A Szolnoknak minden évben sikerült egy jó gólvágót találnia. Tavaly Vári Barnabást, idén Gajdos Zsoltot, aki 11 találatával vezeti féltávnál a góllövő listát. Igen, a Gajdos Zsolti nekem a Puskás Akadémián volt csapattársam, tehát én személyesen is ismerem, és igen, elég jól megy neki az MB2-ben a gólgyártás, hát reméljük, hogy ellenünk nem fogja tovább gyarapítani a góljai számát, de fontos az ellenféllel foglalkozni, de még fontosabb saját magunkkal is rendbe tenni a mi játékunk, a csapatjátékunkat, és akkor nem lehet gond, úgy gondolom. Nyilván a talaj nem lesz ideális, tehát ez várható, vagy várhatóan nem lesz ideális a talaj. Én azt gondolom, hogy egy intenzív mérkőzésre van kilátás. Úgy gondolom, hogy a két csapat nyerésre fog játszani. Meglátjuk, aztán reméljük, hogy mit tudunk ebből a párharcból jobban kijönni. Természetesen oda kell figyeljünk, a Szolnokot az egyik legerősebb keretű csapatnak tartom.
ettől függetlenül, miután nekünk vérmes céljaink vannak, egy nagyon kemény csatára számítok. Hát az elején biztos nagy taktikai csata lesz, ugye az első mérkőzés lesz a tavaszi szezonban, de azt gondolom, hogy ugye nekünk nyerni kell, úgyhogy biztos egy jó meccs lesz. Mindenképpen szeretnénk kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést, és szeretnénk gólt lőni, tehát győzelmet várok. A mérkőzésről az online tudósításunk szombat délután 2 órakor kezdődik. Óriási volt!